azért, hogy ezt a kötetet most kézbe vehetjük, maga a vállalkozás is igen nagy ívű, és azt hiszem, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a magyar, a létező, a tényleges magyar kulturális azonosságot reprezentatív módon is kifejezésre jutassuk. Köszönet illeti mindazokat, akik ebben az értékes munkát elvégezték, és kívánok további sok sikert és áldást ehhez a sorozathoz. Köszönöm szépen! Van, akinek a szépről a barokk jut az eszébe, van, akinek a mennyországról a barokk jut eszébe, és van természetesen olyan is, aki ellenszenvet érez a barokk irányában. Egy igazán jó szakmai kötet, azt gondolom, hogy egy pillanatban átfordul olyan szintű közérthetőség felé, ahogy ez itt is megtörtént, hogy a szakmán túl is értelmezhető és kézenfogható. Én nem vagyok szakképzett művészettörténész, lelkipásztor vagyok, akit érdekel a szép, aki örül annak, ami művészet és ami elérhető. Amikor Rómába jár az ember és láthatja ezeket a csodálatos alkotásokat, lángol a lelke és nő a szíve és gyönyörűségben lubickol, de amikor itthon vagyunk és látjuk azt, ami a miénk, látjuk Maulbertnek a freskóit, úgy gondolom ugyanígy örülhetünk és ugyanúgy örvendezhetünk annak, hogy a művészek alkotásain keresztül megnyílik az ég a mi számunkra idehaza is. Mindenképpen ajánlható mindenkinek, úgy is terveztük és úgy is készítettük el, hogy lehetőleg mindenki számára élvezhető legyen ez a kötet. A képek összeválogatásánál, a könyv méreténél, a fényképek csoportosításánál, a részletfotóknak a reprodukálásával mind-mind azt igyekeztünk elérni, hogy ezt a fantasztikus vizuális élményt, amit ezek a hatalmas tudású barokk festők tanúsítottak ezeknek az interjúroknak a kifestésekor, ezt minél hívebben, vagy ha szabad így fogalmaznom, minél étvágygeresztőbben tudjuk prezentálni a közönség számára. Én azt hiszem, hogy az a sok-sok mégis megmaradt, évtizedek után is megmaradt alkotás, az arról beszél, hogy az egyház jól sáfárkodott azzal, amit tehetett, és az ő alkotásai, az ő által a létrejött alkotások ma is gyönyörűségünket jelentik, és a nemzetnek a kincsét, egy keresztény kultúra alapját adják meg. Kutatással foglalkozó kollégák, az koordinálók, irányítók és támogatók, mint például Püspök atya, keresték annak a lehetőségét, hogy ez hogyan legyen ismert, hogyan legyen rendszerezett, milyen módon jelenhet meg ez a kutatás, és így találtak ránk, hiszen az akadémiától fenntartott Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központnak kollégái nagy számban részt vettek ebben a kutatásban. Minket is megérint, és mi is rácsodálkozunk a 21. században is ezekre a festményekre. Az a régi ember, aki ezzel találkozhatott, azt egészen valószínűleg lázba hozta. Én gyakran fölmegyek Székesfehérváron, a Székesegyházba a freskók restaurálásának az állványzatára. Megnézem, hogyan dolgoznak azok a művészek, restaurátorok, akik mentik meg a régi képeket, mutatják meg eredeti szépségüket, és mi magunk is szinte lázból jövünk, hogy valóban megnyílik az ég ott, ahol az eget ábrázolják. Csodálatos élményben van részünk. Én úgy gondolom, hogy ez a csodálatos élmény volt ezeknek a régi embereknek is a rész, akik először találkozhattak ezekkel a freskókkal. A Magyar Művészeti Akadémia kiadója,
egy a kötetekhez kötődő filmsorozatot indított útjának, amelyet reményeink szerint a közmédia is majd sorozatként közzétesz. Terveink szerint az évente megjelenő kötetekhez 20-20 ismeretterjesztő rövidfilm kötődik majd, amely az adott éppen megjelent vagy megjelenő kötethez kapcsolódóan mutat be egy-egy fejezetet, templomot vagy éppen kastélyt, amelynek a freskóit bemutatja a kötet is. Ezek nyilván püspöki székhelyekhez és püspökségekhez kötődhettek. Tehát a püspöknek gondja volt arra, hogy legyen székesegyház. Igyekeztek is a székesegyházat széppé tenni, méltóvá tenni, egy püspöki hivatalhoz illővé varázsolni. Tehát itt mindenképpen kellett valami szépet alkotni. És a püspök, akinek volt lehetősége és volt érzéke a szép iránt, és voltak arra is lehetősége, hogy megfelelő embereket odavonzon magához, akkor tudott szépet alkotni. Ezeket a kisebb faluban lévő templomokat. Nagyon érdekes, hogy kegyurak építették legtöbbször, kegyurak díszítették, fontosnak érezték, nem is annyira maguk dicsőségét hirdessék, talán ez is benne volt, de hirdessék az Isten dicsőségét, tanítsák az embereket, adjanak nekik valami szépet, hogy jól érezzék magukat legalább a templomba. Ennek köszönhetjük azt, hogy olyan sok felé az országban megmaradt, minden történelmi tragédiánk után megmaradt az, hogy itt ezeket a szépségeket mindig láthatjuk, akár egy kis faluba is. Valami apróság mindenhol van, amire érdemes rácsodálkozni az embernek. Az érdeklődő laikus közönség is nagy örömmel ezt a valóban inkább csak megjelenésében súlyos, tartalmában pedig azt lehet mondani inkább, hogy szépséges kötetet szerintem örömmel fogja forgatni.